Megkérdezhetem tőletek, hogy kinek van testvére? Hát ilyen sokáig el se tudok számolni. Akkor inkább fordítva kérdezem, kinek nincs testvére? Igen, igen, hát kétségtelen, mi vagyunk kevesebben. Azért mondom, hogy mi, mert sajnos nekem sincs testvérem, pedig én nagyon szerettem volna. Ti is szeretnétek? Akinek nincs, azt kérdezem. És néha megnéztem magam a tükörben, és már azt se bántam volna, hogyha a tükörképen megelevenedik, csak legyen kivel játszani esténként. Azt a furcsa másikat, aki pont olyan, mint én vagyok, és pont úgy mutogat. De sajnos hiába kérdezem, sohasem válaszol. Csak azt tudja, amit én tudok, és azt sem mindig jó. És néha arra gondolok, hogy ketten lehetnék, ha volna egy iker testvérem, egy élő tükörként. Ami sokkal szórakoztatóbb, mint az egyedül lét. Ha lenne nekem egy ikertesóm, pont olyan, mint én, néha magamat ővel elcserélhetném. Ha lenne nekem egy ikertesóm, pont olyan, mint én, még az is lehet, hogy magamnál is jobban szeretném. Pont olyan, mint én, néha magamat ővele elcserélhetném. Ha lenne nekem egy ikertesó, pont olyan, mint én, még az is lehet, hogy magamnál is jobban szeretném. De tudod, ha lenne egy ikertesó, pont olyan, mint én, még az is lehet, hogy annyira nem is szeretném. Ha ha ha.